Következő kicsomagolós videó, unboxing, egy ilyen kötöző fogó, lassan kezdődnek a szőlőmunkák, meccés kötözés, aztán vásároltam egy ilyen pollót, vagy kötöző fogót. Ezt se tudom kipróbálni, mert jelenleg rossz az idő, de megnézzük, hogy mi van benne. Be van csomagolva rendesen, ami azt illeti. Hát. Ez egy ilyen. Szág. Ja, megnézzük, hogy hogy nyugszik. Adtak vele ilyen tartalékrugót. Meg egy ilyen pengét, ami elvágja a szallagot. Hát ezt is tart a légba. Még egy csavart. Na mindegy. Itt van a rajz. És fér be a képbe. Meg egy csomó leírás, hogy mit hogy kell szerelni, meg stb. Stb. De ma lesz a lényeg. Van vele egy ilyen 20 darabos kötözőszallag kiszerelés. Ez csak így ekkora egyik, 20 ilyen darab van, meg ilyen rögzítő kapocs, mi van ebben a kamerával, vagy nem fókuszál, 10 000 darab. Ezt meg is lehet mutatni, hogy milyen. Nem túl nagy ez a kapus, de arra elég, hogy megtartsa. Na szóval. Elvileg itt ez 5 centit vagy 4 és felett fog be, és azt meg is köti. Tehát paradicsom kötözésre is jó, de nekem inkább csak megtetszett, azért vettem meg, mert valójában szőlőt én sárga fészfa veszővel kötöm. Na szóval, jó szerkezet, tehát megköti. És akkor, hogy visszajöjjön ide a szallag, hogy újból lehessen kötni, akkor ennyit kell csinálni, és visszahúzza. És így be, megköti, elengedi, és visszahúz. És nagyon jól megköti. Ajánlani tudom mindenkinek ezt. Elég masszív is ez a szallag, elég nehezen lehet elszakítani. Nagyon jó, főleg aki fóliába termel
zöldséget ezzel szaporán gyorsan, s anélkül, hogy az ujjavelye estére elzsibbanjon, tud kötözni. Persze ilyen szallagot lehet venni nagyobb teherbírásút is, tehát ez ami benne van a leggyengébb, de hát ugye szőlőágot, meg borsót, meg uborkát, meg mit tudom én mit, aki kötöz vele, az megbírja. Paradicsomnak, hát, még azt is megbírja. Sőt, még a szőlőt is. Nem fogom kicserélni a kötöző szallagot, de ez a kék szallag, csak nem fókuszál ez a kamera. Ez. Szóval ez a kék szallag, ez keményebb, strapabíróbb. Tehát direkt ezt választottam a csomagolásba. Hát ez alkalmas szőlőkötni, meg paradicsomkötni, meg ilyenekre. Tehát itt látszik azért, sajnos, hogy gyenge a kamera. Nem fókuszál rá. Na most jobban látszik, tehát ez vékony, ez pedig vastag. Ez már nagyon erős. Úgyhogy ilyent kell venni kéket, aki zöldséget akar kötözni, vagy szőlőt. Ez a piros, ez csak szerintem ilyen próbadarab. A majd aztán megválik, hogy hogy kell kicserélni a tűző kapcsokat, meg szallagot, meg mindent. Na hát ez ennyi lett volna, így néz ki a szett. Fogó, vagy kötözőóló, vagy hívja ki, akinek, ki aminek akarja. 20 karika ilyen kötözőszallag. És 10 000 ilyen rögzítő kapocs, tartalék rugó és tartalék penge. Ennyi.